Na, ahogy gyerekek! Itten barunk. Rap, rap. Rohadt régen volt live. Nem vagy már csak ilyeneket sajnálom. Halihó mindenkinek! Azt tudom, már meséltet. Sziasztok, sziasztok! Miért nem megy a csetem? Na várjatok! Elfelejtettem betenni a Resszel TV-be a csetet. Mindenhol máshol elvileg megy a cset. Jevol! Csak a itt nem. Szóval mindjárt berakjuk ide is. Közben itt olvaskodom. De jó neked. Mi kell nekem? Chatbox. Yeah. Na várjál. Copy. Chat. Oké. Okay. Ó, és meg is jelent a chat. Na, manci. Abban a pillanatban ott van. Abban a pillanatban, Debrei. Hello! Sziasztok! Sziasztok mindenki! Mi az, hogy nem tudsz írni? Miért nem tudsz írni? Feloldottam a telefonomat. Russell, még emlékszel rám? Nem nagyon. Húha. Na most megfogtál. Na várj, belehallgatok egy... Talán Olivier Pacnik néven. Szia, Juli! Húha! Ismerős a hangod, nagyon amúgy. Tejet nem? Nagyon ismerős a hangod. Olivier. Ó, basszus.
Jaj, tudom, igen, emlékszem, így már emlékszem. Igen, neked csináltam azt hiszem szürkeint, ott vagy. Nem is tudom, de valamilyen, igen. Tudom, így már emlékszem. Montást? Milyen montást? Tényleg, azt is lassan meg kell csinálnom. Aha. Ha. Azt a kurva. Sis, hol van a sis? A sis az dolgozik. Mint általában dolgozni szokott lenni, ilyenkor menni ő. Mert miért ne? Na szóval neked lesz nyelv PC-d. Nekem volt a szemöldökömbe piercing, csak kiszakadt és geci módon fájt. Na szóval. Mi van az öregséggel? What the fuck is that? Hú, amúgy, srácok, megvolt az oka annak, hogy miért nem volt. Nekem tetszett. Na mindegy is, megyek további, sok sikert és live-hoz viszlát. Szerbusz, és köszönöm, hogy itt voltál. Na szóval, megvolt az oka annak, hogy miért is nem volt eddig live. Egy jó pár live. Ugyanis, mint látjátok, mögöttem egy picit nagyobb lett a zöld háttér. Nem sokkal, csak egy picivel, meg, már várjál. Meg én ezt, ha itt fölkattintom, akkor már majdnem, aha, ja, hogy ez ilyen értem, jó. Így láttuk. Na, az most, igen. A lényeg a, most látjátok a hajamat, ez így nem jó, el kell dugni. Így kilógok a kamerába, és nem látjátok a hajamat. Na szóval. Ja, most nem az a bré, hanem hogy megvolt az oka annak, hogy miért nem volt live, ugyanis építkeztünk stúdiót. Építettünk. Én? Kösz, nem. Kihagyom. Nem szeretnék bugyit nyalni. Meg az, hogy szom péntek óta? Igen, péntek óta reggel 7-től este 6-ig dolgozok, és kurva fáradt vagyok. Szóval most ez is csak így jött, hogy live, azt legyen. Meg nagyon-nagyon sok mindenen változtattunk Mrs. Russell-el a live-ok terén. Főleg kinézett ügyileg, mint látjátok, a Russell TV is egy picit megváltozott. Kinézetileg. A többit meg majd, ha lesz játék live, akkor látjátok.
A másik viszont, amiről szerettem volna veletek beszélni, az nem más, mint hogy szombat. Nem tudom, hogy ki ér a meta. Júlia, te ráért? What the fuck? Oh. Ja, hogy ez... Igen, belefáradtam a sok srecskába. Na szóval, Juli és Meta, ti ráértek? Szombaton? Ó, basszus. Hát úgy, egy 12 órára rá kéne érni. És most nem spoilereztem. Csak egy röpke 12 óráról lenne szó. Vasárnap? Ja, vasárnap már nem jó. Melyik nap tudtok 12 órát rám szánni? Jó, hát figyú, én szerdától Szabin vagyok, szóval ezt így kivitelezhetjük, ha gondolod. Mert egy sör már rám férne. Mit tervezek? Mrs. Russell-lel beszélgettünk, és ha nektek is jó, és neki is jó, és nekem is jó, egy 12 órás live-ot tervezünk. Az igen, hát igen, és azt úgy, hogy lesz közös játék, amivel ketten játszunk, ugye? Például a Broforce, meg ami egy gépen tudunk ketten játszani. Lesz olyan, amit Mrs. Russell játszik játék, és lesz olyan, amit én játszok játék. Mert én most szerdától itthon vagyok. Szabin szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap itthon vagyok. Azért gondoltam, hogy szombaton, mert akkor vasárnap meg ki tudom magam aludni. Mert hétköznap ti meg nem nagyon vagytok itthon. Hát figyú, addig meg megbeszéljük. Csütörtökig sok, sok dolog van. Megdumáljuk, figyelj. Facebookon rám írsz, azt ennyi. Hogy jó-e még a csütörtök, vagy nem jó, azt összefutunk akkor. Hát én biztos, hogy Szabin leszek. Az a kérdés, hogy te Szabin leszel-e? Vagyis pihenős, vagy mi faszom. Hát nekem meg 100%. Na szóval, ja, szóval egy 12 órás live-ot tervezünk. Amiben lesz minden is. Mrs. Russell játék, éjjáték, meg közös játék. Meg ha addigra sikerül megcsinálni, lesz veletek is, szeretnék veletek is játszani. Oksa, oksa. És mit akarsz elmondani ezzel a csöves bánat fárajóval? Halagatom. Mi az a nagyon fontos? Halagatom. Az nagyon menő. És
Egészségetekre. Játszatok mindkét kaput. Jó, lassan. Érted? Szerintem te a focira gondolsz. Nem, én nem a focira. Igen, és... Ebben most mi volt az olyan nagyon nagy dolog? Ez úgy engem idézelben nem tud meghatni, mert nekem van nem egy, nem két ilyen ismerősöm, sőt, még belegismerősöm is van. Zseniális. Most lesz még két ilyen ismerősöd. Azt tudtátok, hogy én nem ítélem el az ilyen embereket? Mi nem... Oké. Oké. Jó. Mármint mit vágtál le rólam startból, ja, hogy nem nagyon foglalkoztad úgymond a dolog? Kétezer-tizenkilencet élünk, gyerekek. Az előfordul. Az nekem is szokott. Nekem a hátam fáj, de bárra. Látjátok? Itt egy távirányító. Ez nem akármilyen távirányító. Tényleg az, hogyha most én itt átváltom. Az látszik? Az bizony látszik. Rep, rep. Repek, 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 sarkú. Rep, rep. Tiki, 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 te. Ó, de tiki, 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 tiki. Na. Tiki, tiki, tiki. Az a távirányító a V-Brid sebességét irányítja. Pontosan? Tökéletesen eltaláltad. Na szóval mi legyen a Russell TV témája? Mire írjam át? Mert az, hogy régen volt már, az úgy nem okés. Mert ez így nagyon designes. Hó. Ebben mi látszik, hogy kurvára semmi, ugye? Hát nézem magam a kamerába, igen. Lényegtelen, lényegtelen. Mi? Csak kérnek, kérnek, írnak, hívnak. Mi? Csak? Mi van? Ja. Értem.
Szóval Meta fölismerte, hogy mit dudolászok én itt magamban. Ez nem. Ez nem az az oldal. Faszom, ki van? Tudom, tegyem el. Most nagyon ne pörög a cset. Nagyon menők vagytok, gyerekik. Nagyon. Au, ez fájni fog. YouTube.com per Metalife. Igen, iratkozzatok fel Metalife-nak az oldalára is. Twitch.tv.metalife. Milyen nagy cím? Mire gondolsz itt a nagy címek alatt? Játékra, vagy filmre, vagy mire? Porn.com, Metalife. Oké, értelek, Meta. Hát én nagyon nem nézek filmeket, úgyhogy játékról talán arról beszélhetünk. Mint például a legutóbbi. Szia, Máté, derék voltál itt, úristen. Na szóval, mint például a Metro Exodus, amit utólag kiderült, átcímkéztek. Mint mindjárt mutatok róla egy képet, ha találok. Csak lehet, hogy nem fogok találni. Igen, amúgy. Igen, mert ugye a doboz, az eredeti dobozon Steam-es matrica volt, vagyis hát nem matrica, az volt eredetileg, és rácsapták a Epic-nek a dolgát szépen. Meta, te most fogod a pöcsödet, és bedugod a szádba, és a seggeden fog kijönni. Értesz? Nem. Én fogom a faszomat a szádba dugni, és a seggeden fog kijönni. Ha így már jobb. Mód fáradtaság, mondom, hogy így sem jobb, meglovagolhatod a tűzcsapot, te meg a fütykösömet. Jó. Geci.
Faszom ki már. Ég hát, olsd el! Tip, 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 tip. Mi? Ne hidd, hogy azon van mit segíteni, nem lesz. Veszek neked egy lovat, egy fiú lovat, és olyan szinten foglak segbe... Jó estét, ez még javítható, vagy kuka? Kuka, bazd meg! Na... Igen? Tényleg? Komolyan? Na nem mondod? Nem. Én se nem. Én se ne nem viccelek sem nem. Nem vagyok én tűzoltó, hogy faszom ki van. Na szóval nem vagyok én tűzoltó, hogy oltogassalak. Anyád picsája. Nagy Milka. Az persze. Nagy Milka. Az igen. Szar vagyok. Hát megesi. Fú. Nem vagyok én kertész, hogy ilyen gyökerekkel foglalkozzak, mint te mondjuk. Szerbusz, Maxi, megérkeztél? Így fél órával a live kezdése után. Üdvözöllek itt. Sorainkban. Na szóval, amúgy egy kérdés. Most fölteszek hozzátok egy kérdést. Meg akarjátok nézni az új cuccokat? Mármint az új kinézetet? Minden cuclinál? Mert ha igen, akkor megnézhetjük. Ki kíváncsi rá? Nem, nem, Metalife, ha olyan magas lennél, mint amilyen hülye, akkor a naprendszeren kívül lenne a fejed. Ha, ha, ha. Na szóval. Pumcsike, pumcsike, pumcsike. Megmutassam nektek a többi jelenetet? Jelenetet idézve be a gémet meg az ilyeneket? Bevezető stream. Ugye a Russell TV az ilyen lett. Ezt Mrs. Russell csinálta.
A többit én csináltam. Remélem, hogy tetszeni fog. Kicsit poénos lett amúgy. Nekem kurvára tetszik. Mrs. Russellnek is nagyon tetszik. Kurva sok munka volt vele. Úgymond, mire ezt így összehoztam. De meg tudom amúgy mutatni. Ha gondoljátok, persze. Oké. Na jó, van, aki kíváncsi, kíváncsi, vagyis aki kíváncsi, az nézze a live-ot, aki nem, az nem. A bevezető szöveg, amikor beszélgetni szoktunk a játékok előtt, kérlek szépen, az ilyen lett. Az ilyen lett, így is maradt szerintem. Igen, ez piros. És akkor most jön a stream, amit ugye úgymond stream, én csak így neveztem el, amit a játékban fogunk alkalmazni, az pedig ilyen lett. Ha tetszik, tetszik, ha nem, akkor nyugodtan mondhatjátok, hogy mit változtassunk. Itt lesz majd ebben a keretben lesz majd a game. Szóval ilyen lett. Itt megy majd itt alattunk a chat. Itt még biztos, hogy lesz amúgy változtatás. Mert ugye még Mrs. Russell facecamje is majd kell, ha egyszer lesz számítógépe. De amúgy ilyen lett. A Russell TV meg ilyen lett. De ezt eddig is láttátok, úgyhogy röviden, tömören ennyi. Még alakítás biztos lesz rajta, még a helységünkön is alakítás biztos, hogy lesz. Jó, igaz, most már vagy kurva nagy a zöld hátterünk, már vagy másfél, hát vagy 2 méter széles, vagy 3. Igen, nagyon. Hát ez már csak úgy becsúszson, ez a vastagság. Nem hiszem, hogy 80 évesen én még itt streamelgetni fogok nektek. Amúgy, mellékesen. Az se biztos, hogy sokáig fog tartani ez az egész live-ozás, streamelés, STB. Vágesz? Kukesz? Hát ha megélem, Resze 80 évesen a mai videóban kibeszéljük azt, hogy mennyi volt a nyugdíj. Ja. És hogy mit vettem a nyugdíjból. Hát minden esetre vicces lesz. Pénzért nem, ingyen, azt jobban szeretek.
De csak női mellett. Nem. Kikérem magamnak. Én olcsóbb vagyok, mint ő. Jó? 18 plusz. Nightbot törölte az üzenetet. Julia Berszán felhasználott Nightbot 5 másodpercre tiltotta. De miért tiltotta? Tilosan csúnya a beszéd, kislányom! Ne káromkodj, az Isten bassza meg! Ne kérdezd. Jól esett. What the fuck is that? Kéne innom valamit amúgy. Úgy, ahogy mondod, Maxinho. Alulról a tangának? De hát az már... A nemi szerved? Nem tudom. Hát, ezt jól beszoptad? Ezt bizony beszoptad. Hát, Gec, én kurva fáradt vagyok. Pú, Mrs. Ressa múltkor hozott nekem egy ilyet. Ezt tudjátok, hogy mi? Ezt mindenkinek tudnia kell, hogy ez mi. Biztos, hogy tudjátok. Ha. Jól van, Júlia. Jól van. Keresd meg Rómeót, jó? Na szóval, ez biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi ez. Ó, Júlia! Miért vagy te, Júlia? Persze, élvezted, nem? A Júliának? Nem tudom. Te vagy a tesója. Minket miért utálsz? Most miért, Meta? Miért? Ja? Olcsó cafka. Persze, hogy szeret. A világ legjobb érzése. Úgy. Kettővel jó? Én kettővel szeretem, egyel nem jó. Pontosan, úgy. Hát ez úgy az igazi.
Maxi, szia, tetszel járunk. Mi folyik itt, gyerekek? Négy felhasznál, nézd így jelenleg. Egy másik moderátor épp most intézkedett. Jó van, na, Maxi, válaszolj már, hogy nyolnám meg a bokám. Nem ez volt a kérdés, hanem hogy Maxi, szia, tetszel járunk? Arra válaszoljál neki. Kizár dolog. Én nem szopom le. Szop le te. Diszkóba, bazd meg, hova? Júliának tudom, mit veszek. Mit veszek? Ki nem is mondtam ilyet, hogy veszek valamit. Mi van? Ez nagyon szexuálisra sikeredett ez a Russell TV, úgyhogy... Nem kell rózsaszín segédeszköz. Ok. Mi van az Insta? Mi a faszom ez? Már megint kittus. No comment. Én egy kibaszott unikorn is vagyok. Ó, faszom. Mi? Hány gr? Szóda bikarbóna? Honnan tudjam, mi? Nem vagyok én kémikus kettő? Mi az, hogy kettő? Akkor három. Nem. Úgy gyerekek, olyat mutatok, befostok, mindjárt jövök. Mi a geci? Szobd le a faszom, te köcsög! Babcsira. Na szóval... Itt vagyok. És szóval olyat mutatok, geci, befostok. Figyeljetek, mim van, figyeljetek. Sírni fogtok.
Esküszöm. Mit szereztem? Vágod? Érted ezt? Ezt látod? Ez egy kibaszott tigrises sapka, érted? Baszod? Ez egy tigrises sapka! Ott van, Tigron. Strigó! Persze, téged és Metát. Csak keveset hoztak a konyhára. Persze, nyugodtan, gyere! Gyere, te is gyere, nyugodtan. Csinálunk egy Russell találkozót. Jó, gyere, Meta! Gyere! Lehet, hogy dolgozni fogok, de gyere! Hat üzenetünk van per perc. XNS, XNR. Te mi, most mit csinálsz, more? De csak buksi. Ja. Ha buksi, mi van veled? Maxi, én a te helyedben meg nem mukkannék. Oh la la! Milyen napom volt? Szar, unalmas, fárasztó. Nem is értem, hogy én meg hogy tudok itt 9 óra ülni. Hát ha azt mondom, hogy péntek óta 10 és fél órákat dolgozok, szóval ezért nem volt mostanában live, mert hazajöttem, kajáltam, és aludtam a gecibe. Már rég. Amúgy van egy... Ki az a győzi? What the fuck say? Kurva isteni zásítozok már ennyit, már mindjárt, már vége van a live-nak. Hát nem győzi. Az nem Erzsi, az Bözsi néni! Itt van a tyúk! Bözsi néni, megkoztam a tyúkot!
Akkora faszam, mint kettő töké együtt. Ó, de jó neki. Hol a húgod? Aha. Az tök jó. Az menő. Élvezetes tartalom. Nekem nem. Nem, meta ki van, mert nincsen cigje. Kérsz egy cigit? Kérsz egy cigit? Én most megyek és rágyújtok egy cigire. Vágod? Itt van Julcsika, itt meg jön Gizi, Julis, Gizi, Boriska. De a bal se. Maxi, amúgy avval tisztában vagy, hogy ez live-ba megy? És hogy itt a csetet vissza lehet olvasni? Remélem, igen. Nem lesznek kis tenyerek. Hú, de most tényleg megyek és rágyújtok a faszomba. Ja, amúgy Maxi, arról maradtál le, hogy lesz valamelyik nap 12 órás live. Érted? 12 kibaszott óra Russell-lel és Mrs. Russell. Mi az, hogy félig? Félig, hogy lehet, asszonyod? Jó, megyek cigizni, mindjárt jövök.
Nem, és mi folyik itt a cseten? Na, várjatok, vissza kell ezt olvasni, mert így nem menő. Na, szerelmes vagyok, igen, azt mondom, szerelmes vagyok, az neked is szól lesz, igen, félig alatt azt értem, hogy túl messze van. Nagyon Alt F4, szimpatikus. Mi a fasz? What the fuck? És ki kis maxik potyognának az égből? Igen. Értem. Na szóval, mi a kurva Isten fasza? Meta, szeretném hordóba tölteni a véred és felszolgálni a vámpír haverjaimnak. Haverjaim nem? Mi az a haverjaim nem? Drága Maxi bratyaszom. Nem tudom még. Még ez majd kiderül, pina hiány. Csak nem pina hiányod van a baszod. Na szóval. 12 órás live. Vagy pénteken, vagy szombaton. De azt még a csoportba kiteszem, és mindenkinek fogok írni. Jó? Nem fogtok róla lemaradni.
Szombaton senki nem ér rá, basszus. What the fuck? Neked meló, sajna. Hát te nem 12 órát dolgozó, nem? Ez az osztálytársam, Dick. Yes, boy. Hát szia, Gáspár Gabika. Pam, pam, pam. Jól van, én 24 éves vagyok. Ha engem kérdeztél. Jól van, Maxi, nem kell a saját korodat itt elárulni. Most majdnem mondtam, hogy te vagy itt a legfiatalabb, de nem. Bukta! Cummi! Cummi van. Cum kérem, hogy mi. Az persze, 82, hülye vagy te. A bogsi. Meta veled ilyenkor mi van? Mit érsz el ilyenekkor? Oké. Jó, végeztél, Júlia? Hallottuk, mit csináltál a fürdőszobában.
A Sims 4 mikor? Nem tudom. Lehet, hogy holnap után. Fasz se tudja. Nem tudom, lehet, hogy holnap nekiugrunk egy picit Sims 4-ezni. Ha lesz hozzá energiám. Hogy vágod, hülye vagy? Hát nem vagy te észnél, csaje. Tette. Azon gondolkozom, hogy 12 órás live alatt kéne veletek is játszani valamit. Nincs is hó, rábasztál. Tiszta, pampa, da vinda. Ez egy jó kérdés. Na várjál. Hát oké. Hova fajultunk, gyerekek? Ez nem kurvaság. Oké.
Lassan kéne menni aludni, mert sose fogok fölkelni. És azért azt nem ártana, mert még holnap és holnap után menni kéne dolgozni. Úgyhogy mi van? Befagyott a csetem. Na várjál. Így megjavult. Hozzám? Hozzám akarsz átjönni baszni. Oké. És ez honnan jött, hogy hozzám? Miért pont hozzám? Ha. Oké. No comment. Nem fogom, Max, nyugi. Milyen magas vagyok? 166 centi. Vagy 165? 4? Nem tudom. 160 és 166 között, valahogy így. Igen, csak... Nem csak, hogy letiltja, még az IP címemet is letiltja, és a büdös életben nem lesz csatorna. Nem mindenki lehet olyan nagy fasz, mint te. Mrs. Russell, ő is nagyjából ugyanolyan magas, mint én. Amúgy. Egy-két centi van köztünk. Pontosan, a gyökerek gyorsabban nőnek, mint a virágok. Milyen kicsik vagyunk, kis növészűek vagyunk. Ez megesik. Ja, túl szőrös vagyok még virágnak is, tudom. De skacok, tényleg lassan megyek. Csicsikálni, mert faszom, tényleg holnap 4:50-kor kelek. És az nem most, vagyis hát az már nem soká itt van. Igen, tök jó.
Oké, no comment. Na jó van, skacok. Szerintem itt most már ennyi volt, aztán holnap, lehet, hogy holnap is Russell TV lesz amúgy. Amilyen jó muli huli volt itt most, ez a kis másfél óra. Szóval lehet, hogy holnap is egy Russell TV-vel jövünk, de addig is jó éjszakát, a viszontlátásra, sziasztok!